Minden esztendő júliusának elején Sátoraljaújhelyben találkoznak a Kárpát-medence különböző területeiről érkező magyar tanárok és diákjaik. A többnapos program a hagyományokhoz híven ebben az évben is a Szárhegyen, a Magyar Kálvárián ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A vendégeket a város polgármestere Szabos Hölgyi Péter köszöntötte. Ez a hét, ez a 200-250 ember fiatal, zömében fiatal, valóban együtt segítheti a nemzeti összetartozás érzését. Olyannyira, hogy akár lehetne ez a hét Sátoraljaújhelyben a nemzeti összetartozás hete. Sőt, azt gondolom, hogy az is lesz. Kedves és keresetlen szavakkal szólt a fiatalokhoz Erdélyi Géza nyugdíjas felvidéki református püspök, felhívva a figyelmet arra a fontos lehetőségre, mint ez a találkozó, mely az országhatár mindkét oldalán élő diákok történelmi tudását, identitását erősítheti. Sokak számára a halványodó, gyengülő magyarság tudatnak a szükséges, egészséges megerősödését, ugyanis ez a jelenség is észlelhető, de nem kívánatos az, hogy gyengüljön és halványodjon, hanem az ellenkezője a kívánatos, hiszen minden nemzet ezt teszi. Különös az, hogy más nemzeteknél ezt senki nem kifogásolja, a magyar pedig, ha egyszerűen csak kimondja azt, hogy én magyar vagyok, akkor már is jönnek a hamis hangok, a rosszalló integetések és fenyegetések. Hát én azt mondom, hogy míg ez megszűnik, mert biztos vagyok benne, hogy megszűnik. A Rákóczi Szövetség támogatása évek óta a legjelentősebb segítség, mely a találkozó létrejöttét, megmaradását lehetővé tette. Mi eddig is, ha lehet ezt mondani, a szürke hétköznapok hangyaszorgalmával igyekeztük ezt a feladatunkat végezni. Nem vágyódtunk mindenfajta magasrangú pozíciókra. Reméljük természetesen, hogy még nagyobb támogatottságot fogunk tudni elérni, mint eddig, de a feladat előttünk áll. Mi a fiatalok, az oktatás, a nyelvhasználat érdekében szeretnénk sokat tenni, ennek érdekében vannak ezek a táborok. A helyi szervezők ezében alaposan kitettek magukért, hogy a 200-nál valamivel több diák és tanáraik valódi és maradandó élményekkel gazdagodhassanak. A Magyar Kálvárián 11 éve gyakorlatilag határon, innen és határon túlról jönnek a diákok, ezen az éven is hasonlóan történt. Talán egy kicsit annyit változott a helyzet, hogy most Kárpátaljáról többen jöttek. Volt olyan évünk, amikor egy csoport volt, most hál' Istennek három csoportot tudtunk fogadni. A nyitónapon este a 8-kor színház előadásával folytatódott a program, másnap felvidéki túra és a kárpátaljai krédó verséneklő együttes műsora várta a fiatalokat.